Keresztelő Szent János születésének ünnepén a Székesfehérvári Egyházmegye hagyományainak megfelelően papszentelést tartottak a Székesegyházban. Ebben a szentmisében ünnepelték az egyházmegye jubiláló papjait is. A szentelésre nagy számban érkeztek az egyházmegyéből szerzetes nővérek, hívek, rokonok és barátok, hogy együtt ünnepeljenek és imádkozzanak a szentelendőkért és a jubiláns papokért. Az Úr ajándéka mindig több, mint amire az ember magában számít. Amit az Isten ad, azt egy ember kapja, egy család kapja, de általa gazdagodik egy egész közösség, gazdagodik az Isten választott népe. Spánya Antal püspök beszédében a papi hivatás alapjait, feladatait taglalta. A papság hivatása és küldetése magasztos és szent dolog Istentől ered, amelyet senki nem érdemelhet ki. Ő hívja meg azokat, akiknek ezt a szolgálatot szánja. Akarod-e, hogy kézrátételen is a Szentlélek ajándéka által az egyház szolgálatára felszenteljenek téged? Akarom. A homília után a szentelendők ígérete következett feladatuk hűséges vállalásáról. Fogadalmat tettek püspökük előtt, hogy egy életen át szolgálják az egyházat, hivatásukat Isten és az emberek szolgálatára végzik. Spánya Antal megyés püspök Takács Nándor nyugalmazott püspök és az egyházmegye papságának körében ezután diakonussá szentelte Tóth András papnövendéket, és pappá szentelte Bozai Mártont, valamint Oravecki Attillát. Remélem, hogy jó pap leszek, jól fogom a feladatomat elvégezni, és remélem, hogy akik rám lesznek bízva, azok növekedni fognak, értékben is fognak valamilyen szinten nőni, és ott leszek velük, köztük fogok járni, mint a pásztor, vagy mögöttük, amikor védeni kell őket, vagy közöttük, amikor velük kell együtt működni, vagy előttük, amikor vezetni kell őket. Én úgy gondolom, hogy ez a legszebb része a hivatásnak, hogy a hívekkel együtt lenni. Nekem nagy példaértékű két szentem van, aki nekem a szentelési képem és rajta lesznek. Az egyik jelmondató és az egyik szentnek a jelmondata, Teréz anyának, a másik pedig Szent II. János pápa. Mindkettő nagyon nagy hatással volt rám, és a hivatásomba mind a kettő más oldalra erősített meg. Annyi kötődésem a II. János pápához, hogy ő is színészként kezdte. Én is úgy kezdtem annak idején, valahogy is eljutottam erre a hivatásra, és Teréz anyának pedig a karitatív tevékenység, az emberekhez való lehajlása, maga a szeretet, amiről ő nagyon sokat beszélt. A felszenteltek megbízást kaptak az áldozó papi, illetve a szerpapi szolgálat betöltésére. A felszentelt új papokra ráadták a stólát és a miseruhát, és a püspök megkente kezüket krizmával. Őrizzem meg téged, hogy megszenteld a keresztény népet, és áldozatot mutass be Istennek. Azt, hogy a meghívásban mennyi a szabadság, és mennyi a konkrét szó, hogy azt csináld, ezt szerintem ez egy ilyen kétélű dolog, amit nem tudom megmondani, mert amikor azt éreztem, hogy a papi hivatást éreztem, vagy amikor erre igen mondtam, akkor egyszerre tapasztaltam egy hatalmas szabadságot, az Isten szabadon hagy, és szabadon szeret, bármit is teszek, és ebben a szabadságban viszont a viszont válasz az azt jelentette, hogy megkérdezem őt, és azt teszem, mint ő akar. Nem úgy tudok jó pap lenni majd a jövőben, ahogy én ezt elképzelem. Valahogy van egy ilyen érzésem, hogy mindig más, hogy tud Isten felhasználni, vagy szólni emberekhez általam, nem feltétlen azokon a csatornákon, amit én elsődlegesnek gondolok. A főpásztor a szentmise végén megköszönte mindazoknak, akik a felszenteltek útját segítették a papi hivatás felé. Személyesen köszönte meg a hívek közössége előtt a jelenlevő jubiláns atyáknak buzgóságukat és hűségüket, az Úr szőlőjében elvégzett sok évtizedes szolgálatukat. Átadva a Szent Atya áldását, azt kívánta, hogy életkörülményüknek megfelelően, imáikban vagy tevékeny szolgálatukkal építsék tovább köztünk Isten országát. Papi készfőtételem által áldjon meg téged a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Az ünnepi szentmise után az új misés atyák először a két jelenlevő püspököt, a papságot, majd a híveket áldották meg.
A papszentelés a jubiláló papok, majd a megyés főpásztor áldásával zárult.